Alig 12 óra leforgása alatt 13 illegális migránst és két embercsempészt fogtak a Tolna megyei rendőrök. December 6-án délután lakossági bejelentés érkezett, hogy egy férfi az M6-os autópálya mellett sétál. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi egy afgán menekült. Az egyenruhások december 7-én éjjel 1:30-kor az M9-es autóúton próbáltak egy szerb rendszámú gépkocsit ellenőrizni. Az autó vezetője a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, továbbhajtott. Kollégáim azonnal az autó vezetője, valamint az autó után indultak, és az M6-os autópálya 108-as kilométer szelvényében a paksi pihenő helynél sikerült az autót megállítani. A jármű vezetője a menekülés közben nekihajtott egy napelem kollektornak is a pihenőhelyen. A görög iratokkal rendelkező bolgár sofőr meg is sérült a balesetben. Az autójában 8 illegális migráns találtak a rendőrök, akik afgán állampolgárnak vallották magukat. Nem sokkal később reggel 6 óra körül újabb embercsempészt fogtak az egyenruhások az M9-es autóúton. Kollégáim egy sárga színű magyar rendszámú taxit állítottak meg, amelyben a vezetőn kívül, aki egyébként magyar állampolgár volt, másik 4 személy utazott. Ők mindannyian illegális migránsok, hiszen sem magyarországi tartózkodásukat, sem személyazonosságukat nem tudták igazolni. A 13 illegális migránst visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A magyar taxist és a bolgár sofőrt pedig előállították, és embercsempészés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellenük. Az elfogott embercsempészek alapesetben akár 5 év börtönt is kaphatnak, de ha bebizonyosodik, hogy bűnszervezetben dolgoztak, ez a száma 12 évet is elérheti.